Ma bemutatom nektek a jobb és bal oldalon egyaránt ismert Szilágyi Ákost, aki számtalan produkcióban vett már részt, de ma talán az egyik legismertebbről fog mesélni. Szia Ákos! Szerposztok! Üdvözlöm a nézőket, Hallgatókat, még az olvasókat is. Olvasók. Ekkor mindig félek amúgy ezekkel a mikrofonoktól, ezt elárulom most itt kulisszák mögött, mert nem tudom, meg kikacsintok az operatőrre, hogy van-e hang rendesen Ákosnál, mert a mikrofon pedig görbén áll, én mindig rettegek. Majd igyekszem igazítani. Igen, igen, a orgánumodat kifejteni. Na, ugye az első és legfontosabb téma az a pólód. És a pólóid, mert ezzel váltál híressé a jobb oldalon, ikonikussá, és hírhetté a bal oldalon. Konkrétan cikkek születtek meg a 444 műhelyeiben arról, hogy úristen, milyen pólóban. Ugye az van, hogy the leader of the free world, de volt már olyan, hogy Orbán és Trump volt rajta. Hát ilyen Orbán van. De nem volt egy olyan, hogy Defender of Europe. Defender of Europe, igen. Igen, és ez mint a vámpírnak a kereszt meg a fokhagyma. Igen, igen. Sőt, hát ugye a Trump és Orbán pólón az volt, hogy peacemakers, a savior of the free of the world, és hogy hát sajnos ők ketten vannak jelenleg a világon, akik még ezt így komolyan gondolják, hogy ezt meg kell állítani, ezt az őrületet. Mielőtt még kommentben odaírnek, bár arra bátorítok mindenkit, hogy kommenteljen, hogyha már a YouTube algoritmusa nem szereti az általunk, hát hogy is mondjam, hangoztatott szavakat és ideológiákat, hadd kérdezem meg, lehet ezt kapni szabad kereskedelemben, vagy ez csak Szilágyi Ákos design? Hát egyelőre ez csak Szilágyi Ákos design, kellene valami, ha valami ügyes kereskedő ebben lát fantáziát, akkor jelentkezzen nálam, mert ugye nem lett egyszer valaki művész lélek, és meg kereskedő, és nem megy együtt. Úgyhogy ezeket én gyártom, csinálom, van néhány példány, ajándékban én adok egy-egy embernek, de nincs még kereskedőm forgalomban, de igyekszünk. Hát, aki ismer bátor kereskedőt, és most nem Vésejére gondolok, hogy Ambrózira, ők akkor jelezze. Na, de van nekünk egy másik fontos eseményünk, ami nem más, mint ez a hozzád köthető, ha jól tudom még hozzá, a zászlónap, a magyar zászlónapja, jól mondom? Igen. Hát hogy a 2014. december 17-én fogadta el a parlament a magyar zászlói címer napját, mint országgyűlési határozatot, és ezt 2012-ben kezdtünk lobbizni az ügyben. Először vittem már... Tehát már 12 éve. Igen. Hát szóval borzalmas ezt így kimondani, igen. És 14-ben lett, tehát 10 éve sikerült ezt a parlamenttel elfogadtatni. Ugye Wittner Máriával kezdtük, aztán Németh Szilárd, Rogán Antal adta be végül is ezt a törvényjavaslatot, vagy országgyűlési határozatot, és aztán 2018-ban úgy gondoltuk, hogy ez legyen látható. Hát annyi nap van, aminek nincsen semmi következménye, nincsen semmi utóélet, tehát azt mondtuk, hogy ha már csináltunk egy zászlónapot, és azért csináltuk ezt, azért alkottuk meg, mert akkor, amikor mi ezt elkezdtük, akkor már 40 országban volt zászlónap, és Magyarországon nem én, és azt megelőzően én voltam Kolozsváron egy zászlónapon, és azt láttam, hogy minden kandelláberen írd és mondd, 4 darab zászló volt kitűzve. Melyik az a 4? Az egyik az a román volt, a másik a román, aztán volt egy román, és még volt egy másik, negyedik román zászló is volt, és úgy gondoltam, hogy azért nem kellene lemaradni. Tehát, hogyha a nemzeti büszkeség ennyire borjánzik itt Európába, akkor zárkozzunk fel. Hát ez meg is történt, de ugye mi minden évben csinálunk egy trikolor gálát, mert van nekem egy naptárom, 18 éve egy ilyen trikolor naptár, mindegy, és azt mondtuk, hogy ha van egy zászlónap, akkor az legyen látható, ne csak egy 450 befogadóképes kultúrterembe, hanem vigyük ki az utcára. És akkor kitaláltuk, hogy legyen egy 1848 méteres zászló lévén, hogy az 1848-as áprilisi törvényekben jött ki, ugye az, hogy legyen a magyarság hivatalos színe piros, fehér, zöld, tehát ez 48-hoz köthető, ezért 1848 méteres a zászló, és 2018-ban meg is történt az első zászlóvitel, és azóta évenként ezt ismételjük, és most június 2-án ismét vasárnap. Fontos dátum. Június 2, találkozunk az Operánál 1 óra körül, 1:30 körül, és 2-kor indulunk a Hősök terére. A Hősök terén egy élő kokárdát képezünk ezzel a zászlóval, ott lesz egy kis kultúrműsor, a weboldal az 1848.magyartricolor.hu, ide érdemes ellátogatni, akit érdekel az esemény, egyébként egy tényleg gyönyörű esemény. Közbeszágok, lesz megint hőlékbalon?
Hőlégballom az mindig várandós, csak az időjárás függő. Mm. Tehát ha kegyeibe fogad az időjárás, mint ahogy tavaly is megtette, meg a jóisten, akkor lesz. Engedtessék meg, hogy itt most bevágjak egy videót a tavalyi ilyen rendezvényről, ahol én is jelen voltam, és azért hogy mondjam, az a látvány, meg az a produkció, amit ti ott összehoztatok, az számomra egyfajta unikális, mert rengeteg rendezvény van, tényleg sokan mennek ki utcára, és itt van ugyebár a békemenet, meg láthattunk még más ilyen performanszokat is, de ahol ilyen jellegű, ilyen, hogy is mondjam, ennyire nemzeti rendezvény, ami én azt érzem picit, hogy ez pártpolitikán túlmutat. Hát abszolút. Hát mert itt gondolom, ti bárkit, bármi oldalról. DK-sok is jöhetnek, bárki, aki komolyan gondolja neki, a zászló jelent valamit, mindenkit szeretettel várunk, ez nem pártrendezvény, ez még azt mondanám, hogy nem is politikai rendezvény, noha ma már valaki, hogyha néptáncot táncol, az is politika, tehát nekem a fejemhez vágták, hogy ilyen rádiós, a rádió nem tudja ezt hirdetni, mert ez politika. Hát ha hazaszeretett politika, a politika egyébként nincsen baj, csak ne legyen, próbáljuk elkerülni, hogy ne legyen pártpolitika. Tudod, picit az az érzésem ezzel a kapcsolatban, hogy voltak ilyen problémák, hogy különböző pártok különböző rendezvényén minimális kisebbségben volt a magyar zászló, és arról beszéltek ezek a pártok, hogy egy másik bizonyos párt kisajátította a nemzeti szimbólumokat magának. Én nem hiszem azt, hogy egy nemzeti szimbólumot ki lehet sajátítani. Én azt hiszem, hogy attól, hogy a piros-fehér-zöld, az szólhatja jobb és baloldal is, csak az a baj, hogy nálunk valahogy a baloldalra kevésbé jellemzőek ezek a fajta kombinációk, mert ott, mintha nem feltétlenül lenne nekik ez annyira fontos, ez a sorban olyan 5., 6., 8. helyen van talán, és akkor még nagyon sokat mondtam, nagyon jó indulattal. De van valaki, akit kimondottan meghívnál? Pillanat, ez a kisajátítás, ez az elutasításnak a lánykori neve, tehát ők úgy adják elő a saját elutasításukat, hogy másikra fogják, hogy kisajátítottak. Jó, elvette. Persze, hát menjen be a boltba, vegye meg, vigye el. Egyébként voltak ilyen kezdeményezések a baloldali rendezvényeknél, és piros-fehér-zöld kis kiosztott zászlókkal jelentek volt meg. Volt rá igény? Volt rá igény, ami kellett lengetni. A különbség az volt, hogyha egy nemzeti rendezvényt hagysz ott, akkor ott tisztaságban rend van. Hogyha egy baloldali rendezvény, akkor egy csomó piros-fehér-zöld kis zászló van a földön, mert az csak egy díszlet, tehát amikor nincs már rá szükség, akkor eldobjuk, mert ez erre volt kitalálva. Tehát ez a különbség. Itt kell még felzárkózni, hogy érezzék, hogy mi ez. De azért, hogy a civil jellegét megőrizzük, hadd mondjam el, hogy az idei zászlóvitelnek Vitéz Pák Imre lesz a védnöke, ugye ő az, aki a munkácsi képeknek is nagy kedvelője, és óriási gyűjteménye van, a munkácsi turul szobrot is ő állított, amit 2 évvel ezelőtt a várárokba taszította a nagy kedves nemzet. Hadd egészítsem ki ezt annyival, mint érintett, hogy konkrétan a kedves ukrán Baloga, akinek az ukrán, aki oroszul kommunikált eddig, amúgy ruszin származású, majd az, hogy Balog, ő ukrán nemzetiségű nacionalisták vallja magát, és a lábánál fogva lefűrészeltette, majd az árokba, a vár árokba dobta a turulszobrot, úgyhogy annak a városhoz semmilyen köze nem volt. Ott az ukrán, majd kirakták oda, azt hiszem, az ukrán címert. Igen, úgyhogy arra az oszlopra, amit az Imre saját pénzén emeltetett. Igen, tehát ott azért voltak gondok, és ezt csak zárójában jegyzem meg, hogy Baloga mindig is a hatalomhoz húzott. Tehát Baloga mindig is a helyi Lándzsahegye volt a központi kijevi hatalomnak, és az, hogy Balogát nem vették ezért elő, az egy indikátora annak, hogy ez a hallgatólagos beleegyezéssel ki hogyan járult ez hozzá. De ez csak egy zárójeles gondolat. Tavaly volt székely zászló is. Igen, idén is lesz székely zászló, de még egy picit menjek vissza a turulmadárhoz, mert turulmadár mindig fel fog támadni, és pont a lábaiból, mert hogy amikor legelőször ezt ledöntötték, akkor a Pákémnek az édesapja azt a két lábat magához vette, és Amerikába is ott volt, és én szóval találkoztam vele Amerikába, mindig mutatta, és mondta a fiának, hogy még fel fog támadni a turul, és aztán a fia feltámasztott. Tehát ez a két ott maradt láb, az olyan, mint egy rügy, abból megint lesz majd turul. Hadd mondjam még el, hogy tehát Pákém lesz a védnök, Timko Esztel lesz az ászlóanya, ugye a Jászai díjas színésznőnk, és őt lehet hallgatni majd az operán, ő fogja köszönteni az egybegyűlteket, az ászlófűvőket, és a Hősök tere színpadán is fog szerepelni Kovács Nórival, Viki Dágyulával és Tamás Gáborral együtt. Azt még nagyon bulvárosodjunk most egy picit.
1848 méteres magyar zászló, és hány méter a székely zászló? Az pedig 400 méter mögötte. Jó, hol tartotok ti 2 kilométernyi zászlót? Hol tároljátok ezt? Ez szigorúan titkos helyen tároljuk, egy barátomnál, de azért nem mondjuk meg, mert... Nem a helyétre vagy kíváncsi, ez egy raktár, egy anyahajó hordozó, tehát ilyesmire vagyok, vagy egy ilyen királyi kincstár. Ez egy ilyen kis fészszer jellegű dolog, ugye erre fel van tekerve arra az eszközre. Egy ilyen csörlő. Igen. Egy ilyen hengerre fel van tekerve, és hát ott várja a következő bevetést, úgyhogy biztonságos helyen van. Ehhez az ászló, hogy ezt végig tudjátok vinni az Andrásin, egészen a Hősök terén, vagy kokárdát csináljátok belőle. Ehhez azért kell néhány ember. Ki fogja ezt vinni? Hát ki viheti? Ezt bárki viheti, aki jelentkezik, és aki regisztrál az 1848.magyartigorol.hu oldalon. Egyébként a regisztráció azért is szükséges, mert ugye van egy olyan szép magyar közmondás, hogy leteszi valami mellé a garas, mert mi kérünk egy 3000 forintos támogatást a szervezésre, meg egy könyvet is kiadunk ezen rendezvénnyel kapcsolatban, mert mindenki, aki hát így regisztrált, annak a neve belekerül, és az üzenete is, amit ott leír az interneten. Ugyanakkor, aki nem kíván regisztrálni, az odajön, és szerintem mindenkinek fog jutni egy darab zászlón. Ez inkább ilyen jelképes, és ilyen önkéntes hozzájárulás, ha jól értem. Igen, mert azért ez irgalmatlan pénzbe kerül, és most már valami támogatást kapunk, de a hőskorban ugye nem volt más, mint ez a 3000 forint, és abból kellett megvárni a zászlót, de hát 3000 forintért lassan már a boltba engednek be, a bejáratnál kell annyit fizetni, hogy bejussa. 30 centi függöny. Tehát ez nem hiszem, hogy ez bárkit is megrémiszt, de mindenkit tényleg sok szeretettel várunk, jöjjenek, mert tényleg egy csodálatos, érdemes a videót megnézni, mert az Ádám be fog mutatni az is. Én már bevágtam azt ide, csak ugye most nem élőben vagyunk, hogy ezt nem látják, bocsánat. De utolsó kérdésem ezzel a kapcsolatban, mondj nekem, igazából két utolsó kérdésem van, mondd el nekem a legnagyobb nehézséget, amiben ebbe beleütköztek el alatt a 12 év alatt, de tényleg a legnagyobbat, ami azt mondott, hogy úristen, ez rátette a bélyegét, és azt mondta, hogy lehet, hogy többet ilyet nem csinálunk. Mi volt az a legnegatívabb, legrosszabb élményed? Mondjak egy harmadik legrosszabb élményt. Karácsony Gergelyt meghívtuk mind az 5 alkalomra, egy szeretetteljes nyílt levélben, meg az irodájába is elküldtük a levelet azzal a kérdéssel, hogy az operánál, az indulásnál köszöntse a zászlóvívőket, mert hogy neki különös érzéke van a zászló királyba, a szivárványos zászlót mindenek fölött preferálja, tehát a zászlók értékét és mondani vált azt ő ismeri. És hát ugye most, hogy Ukrajnában az történik, ami történik, ő nagy lendülettel szurkol annak, hogy egy nemzet van születőben. Tehát ők boldogok, hogy egy nemzet van születőben, akkor én arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy itt egy nemzet már 1100 év a papíron is létezik, tehát azt is lehet szeretni. Azon túl pedig ő elmulasztotta 5 év regnálása alatt minden évben 3 alkalommal, március 15-én, augusztus 20-án és október 23-án, hogy fellobogozza a Székes főváros, tehát most itt ezen a helyen egy kicsit ezt tudja majd egyenlíteni ezt a számlát, tehát várjuk nagyon sok szeretettel. Hogy mi volt a nehézsége ennek? A nehézsége mindig az emberek toborzása, tehát az, hogy mi nem rendelkezünk médiával, és az én fájdalmam az, hogy ha összehasonlítva mondjuk a nemzeti vágtával, a nemzeti vágtát megkérdezed valakit Záhonytól, Pécsig, Győrtől, Szegedig, akkor azt mondja, hogy valami lovak rohangálnak a Hősök terén, legalább ennyi megvan, tehát a kép megvan a dologról, az eseményről. De megkérdez ugyanez az ember ezt a közeget, akkor azt mondják, hogy zászlónap, zászlóvitel. Nem tudnak róla. Tehát ha a média, most üzenem és kérem, hogy egy kicsit mellénk állna, az sokat segített. Ez a legnehezebb része, hogyha kérdez. Tehát az összes többivel megbirkózunk. És akkor most egy pozitív gondolattal zárnám ezt a beszélgetést. Mi volt a legpozitívabb, legjobb, legkedvesebb élményed, ami már azt mondod, hogy már ez tényleg, ami a legjobban megérintett ezzel az egész rendezvénnyel kapcsolatban? Hát a legkatartikusabb élményem az a legelső zászlóvitel volt, amikor a Hősök terén az élő kokárda már létrejött, és hát azt tudni kell, hogy az első zászlómenet az március 16-án volt 18-ban, és nem szemerkélő esőben, hanem ömlő esőben volt. És ugye ott néhányan felhívtak, hogy megtartásra kerül ebbe az ömlő esőbe, és mondtam, hogy hát 48-ban is ugye a honvédők, a csaták nem álltak meg azért, mert esett az eső. Hát ki kell menni, küzdeni kell,
Igen, ott lesz, és ugye akkor mindenki azt a kis 3000 forintot lefizette, és aki letette a garast, az ott is volt, és amikor kimentem a helyszínre, akkor ott álltak az emberek kettes sorba, esernyővel egymással beszélgették, és várták azt az eseményt, amire nem is tudták, hogy mi lesz, majd ömlő esőben, bőrigázva, énekelve végigmentek az Andrássy úton, megalkották ezt a kokárdát, és a Hősök terén, amikor letekintettem erre a dologra, akkor volt egy olyan érzésem, hogy ez itt most azért valami mégiscsak történt. Hát reméljük, hogy akkor ez továbbra is így fog folytatódni, ilyen pozitív hangulatban, pozitív lelkületben. Én azt mondom, hogy aki még nem tette, az mindenképpen regisztráljon. Én tavaly ott voltam, és bánom, hogy csak tavaly először, idén is ott leszek, és szerintem ez maga a látvány, maga az élmény, tehát akinek, és ez most ténylegesen, értem, hogy Trumpos póló van rajta, értem, hogy Orbán Viktoros póló van rajta, de én hiszem azt, hogy ezen a rendezvényen ti mindenkit szívesen láttok, aki valamilyen szinten fontosnak tartja a magyarságot és a nemzetet. Úgyhogy regisztráljatok, és menjetek el a zászlónapra. Mikor pontosan dátum? A június 2-a vasárnap, 13 órakor gyülekezés az Operánál, és 14 órakor indul a menet a Hősök terén. Na, ezt írjuk fel piros betűvel a naptárba. És 1848.magyartricolor.hu ez az oldal. Nagyon szépen köszönöm, Ákos, hogy itt voltál, nektek pedig köszönöm a figyelmet, és legközelebb találkozunk valami hasonlóan érdekes beszélgetéssel, reményeim szerint. Sziasztok! Minden jót!